Szép jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat erre a ma délutáni beszélgetésre. Engem Martos Gábornak hívnak, és a Múzeum Café magazin folyóirathoz kapcsolódó élő Múzeum Café beszélgetéseknek vagyok a szerkesztője. Két mondatot szoktam ilyenkor mondani, egyrészt a lapról, másrészt a beszélgetés sorozatról, ha valaki nem ismerné. A Múzeum Café magazin 2007 óta jelenik meg két havonta, mint a magyar múzeumi szakma egyetlen országos terjesztésű nyomtatott fóruma kiadványa, és néhány számot az előzőből hoztunk, ott van hátul, nyugodtan mindenki vegyen majd belőle. És idéntől ez már kevésbé magazinként, inkább szinte ilyen könyvformátumban jelenik meg. Sok változás, egyéb változással együtt ez is változott az életében. És miután ezt a két havi megjelenést, ezt amikor elindítottuk a magazint, egy idő után mi magunk is már ritkásnak éreztük, mert úgy éreztük, hogy annál sokkal több minden történik a múzeológiában, elsősorban a hazai múzeológiában, mint amit mi két havonta le tudunk fedni a nyomtatott oldalakon, ezért 2010-ben elindult a Múzeum Cafénak, ha úgy tetszik, a másik megjelenési formája, az élő Múzeum Café beszélgetések, amikor is meghívott közönség előtt szakértő vendégeinkkel valami olyan témáról beszélgetünk, amiről azt gondoljuk, hogy az önök, a múzeumok munkája, kiállítások iránt érdeklődőknek is a figyelmére érdemes lehet. Az élő Múzeum Cafénak ez a mai, a 86. ha úgy tetszik, megjelenése, és nagyon szépen köszönjük a Rohmer Floris Múzeumnak a meghívását, hogy itt ebben a kiállításban is tartsunk egy ilyen beszélgetést. Mint tudják, ez a Modern Mecénások című kiállítás még a hétvégéig van nyitva, ugye? Ha jól tudom, a hétvégéig van nyitva, tehát szinte az utolsó pillanat, hogy ezt még meg lehessen nézni. És az erről való diskurzushoz kértük föl mai beszélgetőtársainkat, Grászli Bernadett művészettörténész, a Rohmer Floris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója, ifjabb Kovács Róbert műgyűjtő, innen helyből nyilván sokan ismerik, akinek egyébként több műtárgya is látható ebben a kiállításban, és Molnós Péter művészettörténész, aki a magyar műgyűjtés történettel foglalkozik most már sok éve, több mindent írt már ennek kapcsán. Az első kérdésem Bernadett hozzád szól, hogy mesélj arról, hogy ez az egész kiállításnak az ötlete és a koncepciója, hogy jött létre, hogy alakult, hogyan találtad, vagy találtátok ezt ki? A Modern Mecénások elnevezésű tárlatunk abból a tényből alakult ki, hogy a Győri Múzeum az tulajdonképpen a gyűjtemények múzeumának, magángyűjtemények múzeumának is nevezhetjük, hiszen amikor Kolozsvári Ernő a rendszerváltás utáni első polgármestere Győr városának megalakította a Városi Művészeti Múzeumot, nagyszerű magángyűjtők kollekcióira támaszkodhatott. Például a Váci Péter történész professzornak a kiemelkedő iparművészeti tárgygyűjteménye, és a későbbiekben pedig a Radnai gyűjtemény, amelynek a környezetében ez a beszélgetés is zajlik, illetve a Vasilescu gyűjtemény is megemlíthető, illetve azoknak a művészeknek a kisebb-nagyobb állandó kiállításai is ebbe a csoportba tartoznak, mint például a Borsos Miklós saját tulajdonú műtárgyaiból létrehozott állandó kiállítása, a saját munkáiból, illetve a kisméretű, de számunkra kedves Kovács Margit gyűjtemény is. Ezen kívül az egykori megyei múzeum, a Szantusz János Múzeum 1986 óta szintén egy nagyszabású gyűjteménynek, a Patkó gyűjteménynek a tulajdonosává és bemutatójává vált, tehát így teljes a Rohmer Floris Művészeti és Történeti Múzeumnak a kiállítás palettája, és egy gyűjteményekből, magángyűjteményekből állandó kiállításokat létrehozó intézmény az nem csupán a Rohmer Múzeum ebben az országban,
hanem több vidéki múzeum is hasonló módon szerveződött. Tehát ahogy nekünk megvan a magunk radnai gyűjteménye, úgy nagyon szépen megvan például a Mihályfi gyűjtemény Sagotarjáni Múzeumnak, a Petró gyűjtemény Miskolcnak, vagy a Deák gyűjtemény Székesfehérvárnak. Ez az ötlet adta, hogy a műgyűjtőknek egy következő generációját, ugye a nagy sikerű aranykorok kiállítás után, amely a Kizeba galériában volt látható, és Manus Péter kurátori munkáját is dicséri. Ennek a kiállítás után következő művész műgyűjtő generációnak a bemutatása, az egy oldalról azoknak a múzeumoknak is a feladata az én olvasatomban, akik őrzik, megörökölték állandó kiállításként most már közel 10 évtizede, vagy annál régebb óta is bemutatják egykori magyar műgyűjtőknek a remek alkotásait. Így indult az ötlet. Köszönöm szépen. Péter, itt Bernadett felsorolta azt a 4 nagy magángyűjteményt, ami alapvető, bár más magángyűjtőktől, sőt más közintézményekből is van anyag benne, de valóban ugye ez a 4 nagy gyűjtemény, tehát a székesfehérvári, a győri, a miskolci és a salgótarjáni múzeumokban lévő magángyűjtemény az, ami a gerincét adja ennek az anyagnak. Mi az, ami szerinted ezt a 4 magángyűjteményt, közgyűjteménybe került magángyűjteményt alkalmassá teheti arra, vagy mi az a koncepció, ami alapján itt ezeket össze lehet rakni? Te mit látsz ebből? Te is most láttad először ezt a kiállítást. Ez egy merénylet ez a kérdés, de akkor megpróbálom végig gondolni. Hát amennyire láttam, néhány név volt kiemelve, tehát nem csak a gyűjtemények közül lett egy szűk válogatás, hanem a művészek közül is egy viszonylag szűk válogatás adta a koncepciót. Én szerintem még lett volna legalább 4-5 olyan gyűjtemény, ami hasonló kvalitású kiállítás létrehozását tette volna lehetővé, tehát például bennem fölvetődött, amikor végignéztem a kiállítást, hogy Pécs miért nincs képviselve, mert hogy ha Győr mellett talán Pécs volt az a város, aki bár jóval korábban, mint Győr, a 60-as, 70-es években, de eszméletlen intenzitással ugrott rá magángyűjteményekre is, és hozott létre egy rendkívül pazar gyűjteményt, talán Budapest után a legnagyobb festészeti gyűjteményt. Én azt hiszem, hogy a koncepció annyi lehetett, és szerintem majdnem minden jó kiállításnak ez a fő koncepciója, hogy jó képeket kell egymás mellé tenni, és akkor az önmagában is megáll, és ezek a gyűjtők gyakorlatilag biztosítékot jelentenek, mert a Deák Dénes, meg a többiek is, a Mihályfi is olyan gyűjtő volt, aki a saját korukban nagyon jó szemmel, nagyon nagy étvágyjal válogattak, és ezért egy olyan gazdag műtárgyanyagot hoztak létre, ami nem mondjuk, ezek a gyűjtők olyanok voltak, nem úgy, mint a Rácz István, aki egy vonalat vitt nagyon precízen, kicsit talán túl rigorózusan, és a végén már szinte egy ilyen egy műtői sterilitásig párolta le az ő válogatási szempontjai. Tehát nagyon, azt lehet mondani, hogy nagyon delikát, de nagyon szűkös válogatással, hanem a Deák Dénes is, meg a Mihályfi is egy ilyen habsoló, nagyon jó étvágyú műgyűjtő volt. Tehát őt nem érdekelte, vagy őket nem érdekelte más, csak a kvalitás. Ugyanúgy jöhetett Derkovics, mint Bortnyik. És az jó, hogy itt megjelenik az avantgárd, a Bortnyik és a Kassák, és megjelenik a Gresham is. Tehát ebből a szempontból olyan például, amit én is szeretek, és amilyen a Roberté gyűjteménye is, hogy nem zárkózik be egy irányzatba, egy mesterbe, egy évtizedbe mondjuk, hanem nagyon széles vagy hosszú csápokkal gyűjt, és a szempont a kvalitás, meg a gyűjtőnek az ízlése, és az érdeklődési köre.
azt akkor nem kérdezem meg tőled, Bernadett, hogy Pécs miért nincs itt, mert valóban ott a Tompa Kálmán gyűjtemény például, de valóban ott ugye a kismúzeumi hálózat is így épült föl, de nem ez a kérdés, hanem hogy azért itt az látszik, ahogy Péter is mondja, hogy itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy ebből a négy gyűjteményből válogattál, hanem kifejezetten ugye párhuzamok vannak, nem véletlen, hogy minden teremben ugye két név van a falra fölírva, és bizonyos párhuzamokat próbáltatok. Ez honnan jött ez az ötlet? A pécsi kérdést is megválaszolva, az alábbi gyűjtemények, amiket felsoroltam, velük van egyfajta ilyen jobb olyan szakmai viszonyunk, ami igazából több közös kiállítás cserét és egyéb dolgot is eredményezett, tehát folyamatosan adunk kölcsön egymásnak műtárgyakat, vagy cserélünk akár kiállítást, ez főleg Győr és Algotarján viszonylatában mutatkozott meg az utóbbi években, és mivel hogy ez idővel egy vándor kiállítással szeretné majd kinőni magát, és kifejezetten abból indultunk ki, hogy ennek a négy múzeumnak a raktárában, illetve állandó kiállításában pihenő alkotásokat hangoljuk egy kicsit újra együtt, és megnéztük, hogy tulajdonképpen kik azok a művészek, akik ennek a halmaznak a közös metszetét adják, hiszen párhuzamba lehet hozni a gyűjteményeinket ilyen szempontból, és így alakultak ki ezek a párok. Persze valakinek nem biztos, hogy minden alkotóból rendelkezik remek dolgokkal, de nagyon szépen rá lehet világítani egy ilyen válogatásnál arra, például, hogy milyen remek botnyik anyaggal rendelkezik a Salgótarjáni Múzeum, aminek egy darabja még Franciaországot is megjárta, a többi pedig elfeledésben fekszik a múzeumi raktárban, és ez egy abszolút pozitív szellőztetés is, mint a Radnai gyűjtemény, mind a többi gyűjtemény kapcsán, hogy mutassuk meg ezeket az alkotásainkat, párba állítva könnyebben értelmezhető a látogató számára, és én úgy gondolom, hogy ez egy izgalmas séta, hogy elkülönítve elindulunk egy kicsit az avantgárd, korai avantgárd világából, ami már átsúszan a Bortnyik révén egy kicsit a 30-as évek reklámgrafikájává és figuralitásává, majd, hogyha felérünk az emeleten, akkor találkozhatunk Ripirónai Gulácsi munkásságával. Ez a két művész mindannyiunk, mind a négy múzeum gyűjteményében meghatározó, hiszen mindenki előszeretettel gyűjtötte őket. Utána felvillantunk egy kis nyolcak ízelítőt Orbán Dezső és Czóber révén, majd Dési Huber és Derkovics párosával elérkezünk egy újabb kérdéskörrel, ami a modern magyar képző művészetben is érdekes dolgokat vet fel, illetve fontos azt, hogy kölcsönöztünk például a Radnai gyűjtemény egykori fénykorára utaló alkotásokat is a Nemzeti Múzeumból. Számos Derkovics alkotás érkezett, hiszen egykor Radnai Béla műgyűjteményét gazdagították, de a család különböző anyagi és egyéb megfontolásokból kénytelen volt megválni ezektől a művektől, és néhány festmény visszatért a Radnai gyűjtemény szomszédságába. Robert, amikor megkereste, gondolom, Bernadett, hogy lesz ez a kiállítás, és magától is kér képeket, akkor az milyen érzés volt, hogy egy mai magángyűjtőnek az anyaga bekerül ezeknek a nagy klasszikus, ma már kanonizálódott, múzeumban bemutatott, múzeumban őrzött gyűjtőknek az anyagai közé. Szóval az milyen érzés egy magángyűjtőnek ennyire a fősodorba bekerülni? Kíváncsi voltam, hogy milyen tételt húzok, de tulajdonképpen megfelel. Sokfajta aspektusból lehet egyébként ezt a kérdést megválaszolni. Hát először is ugye a személyes érintettség, miután a Berni jó kapcsolatot ápol a családunkkal, leginkább a
anyósommal, akit rendszeresen nagyon kedvesen látogat. És hát gondolom, anyósom tájékoztatott téged arról, hogy hát itt azért van egy-más a padláson. És egyébként innen a városból először kaptunk ilyen megkeresést, de rendszeresen kölcsönöznek képeket a gyűjteményünkből, tematikailag abszolút eltérő kiállításokhoz, ugyanis, ahogyan a Péter mondta, egy elég nagy étvágyal és bizonyos szertelenséggel, és majdnem, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy valami szigorú koncepció nélkül vásároltunk műtárgyakat az elmúlt 25 évben. Az, hogy megkeresnek bennünket, ez ugye egyrészről, mint presztízs, esetleg egy kitüntető dolognak tűnik, de ezek a képek, amik például most itt erre a kiállításra is kölcsönzésre kerültek, ezek nagy gyűjteményekben voltak. Tehát olyanokban, mint a Frukter gyűjtemény, mint a Csehszombati, akkor a Kövesinek van itt egy a titkos gyűjteményből egy olyan titkos darab, ami korábban értékesítésre került. Az, hogy mai magángyűjtőknek ilyen értékű és ilyen értékes darabjaik vannak, ez annak köszönhető, hogy ugye a rendszerváltás követően nagyon nagy tömege mozdult meg a műtárgyaknak, olyan értékes és évtizedekig féltett, olykor titkolt darabok kerültek a piacra, ami összetalálkozott a fizetőképes kereslettel. Ennek a műtárgypiacnak egyébként az elmúlt 20 évben egy fantasztikus evolúciója volt, és hát nagyon sajnáljuk, hogy 25 évvel ezelőtt nem voltunk olyan anyagi kondíciók között, mint amilyenben ma, mert hát nem csak a műtárgypiac fejlődött, meg a társadalmi viszonyok fejlődtek Magyarországon, hanem hát így szűkebben mondjuk a családi vállalkozásunknak is ma magasabb a jövedelem termelő képessége, mint volt mondjuk a 90-es évek elején. Tehát mi azért résen voltunk, ez egy ösztönös érdeklődés volt, nem volt mögötte semmifajta konkrét cél, hogy itt most valami generációkra szóló gyűjteményt alapítsunk, hanem az érdeklődés és bizonyos mértékig mintakövetés is motiválta a vásárlásainkat. Úgyhogy mára egy elég szép anyagunk van egyébként. A múlt héten kaptam vissza a Kizeva galériából, ott egy Nemes Lampért kiállítás, talán a legnagyobb Nemes Lampért kiállítás, vagy a legteljesebb zárult a múlt héten. Ott két tusfestményünk volt kiállítva. Most állítólag a Műcsarnok Fénykora című kiállítást fogják megrendezni, oda egy Fényes Adolf képet fognak tőlünk elkérni. És hát ide is nagyon nagy örömmel adtuk oda a képeket, hogy ne csak mi lássuk, hanem mások is. Majd erre még visszatérünk, de Péter, amikor én az előbb kérdeztem, hogy szerinted ezt a négy magángyűjteményt mi az, ami talán összefűzheti, én azt gondoltam, hogy azt fogod mondani, hogy azért ezek jó részt ugye a háború után létrejött anyagok, vagy szinte teljesen a háború után. A Radnai az részben előbb, az korábbi. De szóval, hogy arra gondoltam, ugye, hogy te, ahogy itt a beharangozóban mondtam, hogy te sokat írtál a klasszikus magyar műgyűjtésről, a két háború, vagy még az első világháború előtti, meg a két háború közöttitől. Mi a különbség abban, ami a nyilván nagyon nagy, ami mondjuk, hogy a szocializmus idején létrejött gyűjtemények, és a korábbi klasszikus nagypolgári arisztokrata gyűjtemények között. Nem csak arra gondolok, hogy nyilván teljesen más volt a közeg, de hogy látható-e valami fajta különbség ebben? Hát a legfontosabb különbség talán az, hogy én azt mondom, hogy az első világháború előtt meginduló, vagy az első világháború előtt virágzású fénykorát élő gyűjteményeknél mindig volt kitekintés a nemzetközi
piacra is. Tehát mondjuk egy Nemes Marcel, egy 61 Herzog, az tudott vásárolni Bécsben, de tudott vásárolni New Yorkban és Párizsban is, mert volt, egyrészt volt annyi pénze, mert az ő vagyonuk még a Monarchia piacán hízott föl, és föl tudott hízni akkorára, hogy abból lehetett venni Van Goghot, vagy Monét, vagy Renoirt, meg Grécót, meg a nagy régi mesterek közül is a legnagyobb klasszikusokat. De 1919 után már jellemzően ezek a gyűjtemények egy-két kivételtől eltekintve, mondjuk a Herzog még tudott vásárolni igazi nemzetközi nagyságokat, de például a 60-i már nem, a Kohner Adolf nem. Tehát akkor már megállt ez az up-to-date nemzetközi kitekintés, hogy a párizsi piacon is tudnak vásárolni ezek a gyűjtők. És ezzel együtt viszont elkezdett virágozni az a fajta műgyűjtés, ami már a saját nemzeti művészetre koncentrált. Természetesen a Nemes Marcelnek meg a 60-nak is voltak magyar képei, ugyanúgy volt a klasszikus 19. század Munkácsi, és egészen Ripőrónaig, sőt Derkovicsig, 60 is vásárolta Derkovics képeit, de ezek mellett még ott lógott a francia és a német művészetből is azok a nagyságok, amiket már mondjuk egy Fruchter Lajos, vagy egy Oltványi Ártinger Imre, aki a 20-as, 30-as években építette ki a gyűjteményét, már nem tudott megvásárolni, mert nem volt annyi pénze. Egyrészt, plusz ezek a képek már addigra olyan drágák lettek, hogy talán már egy Herzog Mohr Lipót sem tudott volna venni olyan minőségű Manet képet 1920-ba, amit meg tudott venni meg 1910-be. Mert akkor robbanásszerűen a francia impressionisták meg a prosztimpressionisták ára megugrott. Tehát ez volt az egyik nagy különbség a 19 előtt, vagy a 14 előtti és a 20 utáni műgyűjtés, hogy a 20 után megindult új generáció, az már szinte 100%-ban a magyar festészetre koncentrált. És akkoriban ez programszerű is volt, tehát én emlékszem a Zsanton Istvánnak egy cikkére 1930-ban, amikor leírja Kerek Perec, hogy egyrészt az árak miatt jobb, hogyha egy magyar gyűjtő magyar képet vásárol, és a hamisítás olyan ütemben ment már akkor nemzetközi szinten, hogy ezért is mondta Zsanton, hogy ne csak magyar kép, vegyenek, tehát ne csak az legyen a szempont, hogy magyar képet kell venni, hanem azt is, hogy kortárs művésztől, mert így lehet 100%-ig kiszűrni a hamisítványokat, hogyha az emberek műteremben, vagy megbízható galeristától, a Frenkeltől, a Tamás Herriktől, vagy a Nemzeti Szalomból vásárolnak, mert akkor le tudják ellenőriztetni a festővel. Tehát ez a két szempont volt, hogy nem volt pénz a nemzetközi óriásokra, és a másik pedig az, hogy kortársat vegyenek. És én emlékszem, hogy talán a Kolozsvári Ernő egyik visszaemlékezésében olvastam, hogy amikor ő meglátogatta a Radnai Bélát valamikor a 60-as években, akkor megcsodálta nála ezeket a fantasztikus Gresham képeket, a Szőnyit Bernátot, Derkovicsot és a többi Gresham festőt, és hát a Kolozsvári is ilyet akart venni. És akkor azt mondta neki a Radnai Béla, hogy jó, ezek nagyon jó képek, de hogy forduljon a saját nemzedéke felé, mert ő is azokat vette. Tehát a Radnai egyébként ugyanúgy Pál Lászlóval, meg ezekkel a klasszikusokkal kezdte, meg sokkal rosszabb képekkel, mondjuk 17. századi hollandokkal, de gyengékkel, és elment hozzá Megyesi Ferenc állítólag, és akkor megmutatta büszkén, aki a barátja volt a Radnainak, a Megyesi szobrásznak, és akkor a Megyesi körbenézéstől azt mondta, hogy miért ezeket a sötét szarokat veszed. Szó szerint ezt mondta, és akkor elmagyarázta neki, hogy gyere, menjünk el egy kiállításra, azt hiszem elvitte egy szőnyi kiállításra, és akkor megvette az első szőnyiét. Tehát ez is egy fontos váltás, mondom, hogy a saját koruk felé fordultak a gyűjtők. Aztán 45 után ez megint változott, mert akkor jött ez a kizökkent idő, hogy eltűnt az igazi műtárgypiac, lett egy ilyen pseudopiac, az embereknek nem volt pénzük, a régi gyűjtők elszegényedtek, és vagy ők, vagy az utódaik arra kényszerültek, hogy fillérekért eladják a képeket. Tehát ekkor megint megmozdultak ezek a régi gyűjtemények, és nagyon olcsón lehetett venni. Korábban iszonyú drága, klasszikus 19. század és 20. század elejé magyar festészetet. Tehát akkor az új gyűjtők, az övébe orvosok és maszekok, tehát mondjuk a Ruszinkó Barnabás, vagy a többi nagyság, az újrakezdő Köves Oszkár és a többiek, ők megint nem csak kortársat gyűjtöttek, vagy nem elsősorban kortársat, hanem ezeket a
nagyon, korábban nagyon drága, de akkor olcsóbban megszerezhető klasszikusokat is. És aztán, de magyar, tehát akkor az a helyzet, hogy akkorra már, mivel ezek a nagy gyűjtők, Nemes Marcel, Kóner is zömébe tönkre mentek, vagy a tönkremenés szélén voltak a 30-as években, ugye Nemes Marcel meg is halt, a nemzetközi képeket eladták, és akkor idejöttek a világ nagy műkereskedői, és a nemzetközi anyagot, azokat fölvásárolták. Tehát akkor már nem volt olyan tőkeerős magyar vevő, aki megmentse ezeket a Van Goghot, stb. Ezeket. A 30-as évek elején mind eladták külföldre. Tehát nem maradt igazán komoly nemzetközi festészet Magyarországon. 45 után elenyésző volt régi mesterek közül, igen, de mondjuk 19. század végi, 20. század elején nemzetközi festészet már nem maradt az országból magánkézben természetesen. Bernadett, és ezen a négy gyűjteményen, ezen látszik valami abból, hogy milyen korban, hogyan keletkeztek? Tehát, hogy hol vannak a hangsúlyok, a fő hangsúlyok benne, milyen párhuzamokat látsz te ebben az anyagban? Azért itt valóban a Radnaink kívül a másik három az elsősorban már a második világháború után, tehát ha úgy tetszik, a szocializmus idejében létrejött gyűjtemény, amikor azért ez nem volt akkora, ahogy a Péter is mondta, ugye nem volt akkora kereslet, már hogy vásárló erő sem, meg akkor a kínálat sem volt. Tehát mi az, ami alapján ezek a gyűjtemények létre tudtak akkor jönni? Én úgy gondolom, hogy volt egy olyan minta, amit akár a Radnai generációja kínált a háború utáni műgyűjtők számára, és egyszerűen a Radnai generációja megteremtette az értékét a kortásként, ugye kortásként elkezdte, hogy Péter is mondta, vásárolni a Gresham körhöz tartozó művészeket, Ripri Rónait, Menyánszkit és a többieket, az itt látható művészek java részét, és egyfajta töretlenség és egyfajta értékké érett ez szerintem Magyarországon, amin a háború se tudott változtatni, és voltak olyan jószemű gyűjtők, akik bár egy szélesebb volumenű a gyűjtési skálája idézőjelben mondva, akár egy Mihály Fiernőnek, vagy egy Deák Dénesnek, de mégis vannak hasonlóságok, ami alapján nem véletlen, hogy ezeket a párokat össze tudtuk volna állítani. Nem tudtuk volna megrendezni a kiállítást, ha ezek a gyűjtemények olyan mértékig különböztek volna egymástól. Robert, és hogy látja, hogy a mai műgyűjtés az hogyan illeszkedik ezekhez a hagyományokhoz? Ezt azért is kérdezem, mert az ÉS-ben augusztus 12-én a Mély Józsefnek megjelent egy kritikája erről a kiállításról, ami hát elég elkeserítő képest fest nem a kiállításról, mert a kiállításnak minden értékét elismeri, hanem a mai magyar műgyűjtésnek a helyzetéről. Ő azt mondja, hogy akár vállalati, akár pénzintézeti, akár magángyűjteményeket nézünk, a mai helyzet elég elkeserítő. Ezt maga hogy látja, mint gyűjtő, és talán a többi gyűjtővel is kapcsolatban lévő valaki? Hát nehéz erre válaszolni, először is nincsenek hozzá ismereteim. Persze ez alapvetően nem akadály. De nincsenek, tehát nincsen kapcsolatom semmilyen műgyűjtővel, nem is nagyon ismerek. Ez egyébként abból is fakad, hogy én vidéken élek, és csak néha ruccanok a fővárosban, ahol igazán koncentrálódik az a fogyasztóképes gyűjtői kör, akik az aukciókon hát meg tudják venni azokat a műtárgyakat, amelyek hát érdekesek. De valahol ugyanott tartunk, mint tartottunk 25 éve, vagy éppen 60 éve, mert az aukciók anyaga, és jellemzően egyébként az aukciókon szerzik be a gyűjtők a képeiket, azok ugyanabból a választékból táplálkoznak, és általában a felrobbant, vagy hát piacra került gyűjtemények anyagait tudják vásárolni, amik abban a korban jöttek létre, mint a Radnai gyűjtemény.
valószínű, hogy ennek az országnak egyébként mindig is ez egy problémája volt, hogy az állam, vagy hát a kisebb társadalmi közösségek, mondjuk egy ilyen önkormányzat, vagy városi előjáróság nem sok pénzt áldozott a művészetre és művészeti gyűjtemények létrehozására. Ez egy teljesen speciális helyzet egyébként, hogy Győrben egy ilyen múzeumi élet tudott létrejönni, mert ugyanis a rendszerváltást követően a városnak lett egy műgyűjtő polgármestere, és meg tudta hozzá győzni a kollégáit, meg tudta győzni hozzá, kapott maga mellé olyan társakat, akik az önkormányzati döntéshozó testületeken a szükséges anyagi áldozatokat felvállalták. Egyébként nem volt Győrben semmi, hát borzasztó volt. Ami a Szantusz János Múzeumnak a képtára volt, az mindenfajta szedett-vedett grófi padlásokról összekotort arcképek. Tehát ez egy olyan helyzet, amiben kevés város részesült, hogy össze, tehát jó időben, jókor olyan személyek vezették a várost, akik gondoltak arra, hogy valamilyen értéket halmozzanak fel az utókornak. Egyébként ezt azért hoztam föl példaként, mert a kortárs művészettel kellene foglalkozni tulajdonképpen a kortárs gyűjtőknek, mindez volt az elmúlt évtizedekben, meg évszázadokban. Hát amikortól egyáltalán műgyűjtést említhetünk Magyarországon, mert a műgyűjtés ugye az egy alapvetően egy polgári attitűd, csak éppen polgárság nem volt hozzá. Tehát a 19. század közepén, amikor létrejön a magyar polgárság, akkor kezdenek el műgyűjtéssel, egyáltalán a művészeti élet akkor kezd szárnyat bontani. Hát az első gyűjtemény, ami a fővárosban jött létre, ha jól emlékszem, József főherceg támogatásával, azok grófi meg hercegi gyűjteményi adakozásból jöttek össze az első képtárak. Na most a mai kultúrpolitika sem bánik igazán kesztyűs kézzel a kortárs művészettel, nincsen intézményesített olyan seregszemle, ami egyébként akár a két világháború között is volt, ahol piaci aspektusból a gyűjtők elé tárják feldolgozottan és rendszerezetten azokat az alkotásokat, amikbe érdemes pénzt fektetni, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a műgyűjtéshez mindig is pénz kellett. Még a Átkosban is pénz kellett, tehát a Kolozsvári Ernő is egy nagyon jó anyagi, vagy hát üzleti vénával megáldott ember volt, aki adott, vett, tehát azért formálta folyamatosan a gyűjteményét. Nyilván itt vannak olyan ismeretek, amik nincsenek a birtokunkban, de azért egy ilyen értékű gyűjteményt összehozni, azért az akkor sem volt egy kis anyagi kunszt. Erre, ha lehet, mondanék valamit, ebből a szempontból érdekes, én is elgondolkodtam, hogy milyen anyagi eszközökkel hozták létre ezeket a gyűjteményeket, és ahogy a Kolozsvári is üzletelt mindig is képekkel, mert másképp nem ment, azon túl, hogy magánórákat adott és tudott részletre vásárolni az általa becserkészett művészektől. Ezek a gyűjtők, hát ez igaz is, mert ez levelek bizonyítják, hogy ő részletre vásárolt, de egy gyűjtő az gyakorlatilag mindig kereskedik, Róberték kivételek, meg van egy-két kivétel, de hogy például a Deák gyűjtemény, az gyakorlatilag ő egy masszív műkereskedő volt, tehát ő nem talán könyvtáros volt az Írószövetségben, tehát ő nem abból a fizetéséből szedte össze ezt a hatalmas gyűjteményt, hanem az egyik legnagyobb kereskedő volt, aki nem volt üzlete, mert akkor nem lehetett, de a saját Vadrózsa utcai lakásába, én annak idején volt, tehát ő már nem élt, de fotók vannak, hogy tömve volt képekkel, és napi szinten fogadta a vásárlókat, és volt akkoriban 4-5 ember, benne volt a Kolozsvári, benne volt a Rácz István, aki a korszak másik jelentős gyűjtője volt, Robertéknak tőle is van egri képe, ami megfordult előtt a Rácznál, és a Rácz is
egy minisztériumi tisztviselő volt, egy pedáns, látszólag a üzleti érzéke nem megáldott ember, de ő is napi szinten, vagy heti szinten cserélt, adott el, vásárolt. Tehát az úgynevezett átkosba többek között így lehetett jelentős gyűjteményt létrehozni, hogy ezek az emberek ismerték egymást, kicsi volt a piac, mindenki tudta, hogy a másik milyen képet gyűjt, valaki meglátott egy laikusnál, vagy egy fölbomló gyűjteménybe egy olyat, ami neki nem kell, de tudta, hogy a másiknak kell, akkor azt jelentős haszonnal továbbadta. És ebben semmi rossz nincs, tehát nem is azért mondom, hogy ez bármiféle pejoratív jelző lenne, ez így működött. Ami pedig a Mély Józsi cikkével kapcsolatban, amit felvetettél, én sajnos nem olvastam azt a cikket, de ez abból is fakadhat, hogy ő így gondolja, hogy lehet, hogy nem ismeri ezeket a gyűjteményeket, mert nem nagyon mutatkoznak meg ezek a gyűjtemények. Tehát én azt állítom, hogy legalább van 4-5 olyan gyűjtemény ma Magyarországon, Kovács Gábor, Kizelba, Nudelman, Antal Péter, akik a magyar anyagukat tekintve, még azt is mondanám, hogy még egy Nemes Marcelt, meg egy Kónert is megvernek. Tehát, hogy épp az aranykorok kapcsán, a kiállítás kapcsán, amit a Bernadett is mondott, ugye fölmértem ezeknek a nagy gyűjteményeknek, Kóner Adolf, Hatvani Ferenc, Herzog Morlipót, Nemes Marcel, ezeknek a magyar anyagát, és mondom, ez a pár ember, Kovács Gábor, Kizelba, ketten biztos, hogy volt olyan anyaguk, talán a Nemes Marcel kivételével, mert mondjuk neki volt 50-60 riplia, azt nehéz felülmúlni, de a többiekét ezek az emberek a magyar anyagukat tekintve felülmúlják. Amiben nem tud versenyezni senki, azt még egyszer mondom, hogy ezeknek volt egy nemzetközi alapjuk is, Gólyától kezdve Grékón át mondjuk Van Goghig, amivel senki nem tud büszkékedni most Magyarországon. Ez azért is érdekes, amit mondasz, mert éppen ezt akartam volna, vagy erre felé akartam volna tovább menni. Ugye te nagyon sok kiállítást rendezel éppen a Kizelba, a galériában, különböző tematikában, vagy alkotók szerint, vagy témák szerint. És ugye azt szokták mondani általában, két dolgot szoktak mondani a magángyűjteményekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a magángyűjtemények nélkül ma nagy kiállítást rendezni nem lehet ebben az országban. Erre te is hivatkoztál, hogy ezt a kiállítást is ugye ezeknek a magángyűjteményeknek az anyagából lehetett összeállítani. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azt is szokták mondani, hogy minden magángyűjtemény azért előbb-utóbb múzeumba kerül, vagy minden műtárgy a magángyűjteményekből előbb-utóbb múzeumba kerül. Szóval hogy van ez a magángyűjtőknek és a múzeumoknak ez a fajta, nem is arra gondolok, hogy együttműködése, majd beszéljünk arról is, hanem hogy ez a kapcsolata. Hát én mondjuk tudnék csinálni jó kiállítást magángyűjtemények nélkül is, mert hogyha az ember végigmegy, és én nekem egyszer módon volt végigmenni, még a 8-ak, sőt kétszer meg a FOV kiállítás kapcsán a vidéki, meg budapesti múzeumoknak a raktárában, és azért ott is van olyan, amik adott esetben 60-70-80 éve nem voltak kiállítva, és fantasztikusan izgalmas dolgok. Tehát lehet csinálni olyan kiállítást, amiben nem vonnak be magángyűjtőket, csak nincs értelme. Mert hogyha mondjuk egy Derkovics övürkat, vagy életmű kiállítást csinál az ember, akkor az életműnek egy jelentős része az magánkézben van. Hát a Nemes Lampértnél éppen most szintén a galériában, amit rendeztek a Kizelba galériában, ott is, most én nem tudom pontosan a számokat, de szerintem minimum a fele magángyűjteményből jött, pedig az egy olyan életmű, amit legalább mondjuk 30-40 év óta intenzíven gyűjtenek, és a 60-as, 70-es években, mivel nem volt műkereskedem, nagyon kevés gyűjtő volt, ezért amit egy múzeum, vagy egy múzeumi szisztéma, egy rendszer kinézett magának, abból nagyon nagy gyűjteményt tudott. Tehát például Derkovics az azért szinte egy állami monopólium kiállítást rendezni belőle, mert amikor őt úgymond zászlóra tűzte a múlt rendszer, akkor például ugye a radnai gyűjteményből szépen kicsemegézgették azokat a képeket, amikről a Bernadett is beszélt, és így kerültek a Nemzeti Múzeumba. Tehát mi is volt a kérdés? Hát ez a másik, amire talán a Mély utalhatott, és ez közben eszembe jutott, hogy amiben még nagyon sokat kell fejlődni, hogy mondjuk a 20-as, 30-as években a kapcsolat annyira szoros volt a magángyűjtők és a múzeumok között, ami
nagyon intenzíven megnyilvánult a mecenatúrában. Tehát az, hogy bizonyos gyűjtők rendszeresen támogatták a múzeumokat úgy, hogy összegyűjtöttek pénzt, és abból műveket vásároltak a múzeum számára. Vagy adott esetben volt egy olyan zseniális múzeumigazgató, a Petrovics Elek a Szépművészeti Múzeumban, aki meg tudta beszélni, hogyha egy aukció látott egy képet, amiről tudta, hogy a múzeumnak szüksége van, akkor mondjuk oda ment a Weiss Lipóthoz, és azt mondta, hogy milyen jó lenne, ha ezt megvennéd, vagy milyen jó, nem is lehet, hogy ezt nem is kellett mondani, milyen jó lenne, ha ez a Szépművészeti Múzeumba kerülne, és a Weiss Lipót tudta, hogy akkor megveszi ezt a képet. És ez ráadásul az benne a szép, hogy ez egy kölcsönös kapcsolat volt, mert úgy működik a dolog, hogy mindenki jól járjon. Tehát, hogy a cserébe a Petrovics Elek nagyon sok tanáccsal segítette a gyűjtőket, hogy mit érdemes megvenni. Ha látott egy szép munkácsit mondjuk Amerikában, tudta, hogy a Kisemély gyűjtemény mondjuk felbomlik, amelyik a legnagyobb munkácsi gyűjtemény volt Amerikában, akkor ő értesítette róla a Weiss Lipótot, és mondta, hogy most figyelj, itt van egy kép, én ki is utazok veled, vedd meg magadnak. A múzeum nem tudja megvenni, de legalább kerüljön hozzá, ne tűnjön el Amerikába. Tehát, hogy nagyon sokan a muzeológusok közül azt mondják, hogy ördögtől való, hogyha túlszoros kapcsolat van a muzeológus és a magángyűjtő között, mert akkor valami susmus ebből kialakulhat. Én meg azt mondom, hogy csak úgy lehet, ha szoros kapcsolat van, és a rossz vagy bűnös dolgok azok nem abból fakadnak, hogy létrejön egy kapcsolat, hanem az, hogy nem megfelelő ember van abban a pozícióban. Mert mondjuk egy Petrovics Elek, az akármilyen szoros kapcsolatban volt a Nemes Marcellel, és mondjuk segítette a képeinek, a kiviteli engedélynek az elintézését, a végeredmény mindig az volt, hogy a Szépművészeti Múzeum az adott dolgon jól járt. Tehát, hogy a közösség, az ország abból profitált, hogy ő segített egy magángyűjtőnek. Bernadett, te, mint a múzeum igazgatója, te hogy látod, hogy a magángyűjtőkkel milyen a múzeumnak a kapcsolata? Ugye nagyon sok olyan kiállítás volt, nem csak ez, mert ez azért jó részt közgyűjteményekből, bár van magángyűjtőtől is ugye benne anyag, de ugye nagyon sok olyan kiállítás is volt nálatok, ami magángyűjtő, tehát mai magángyűjteményeknek a magángyűjteményben lévő alapjára. Tehát ti hogyan viszonyultok ehhez? Ennél a mostani kiállításnál is nem hiába került bele a múzeumi anyagok mellé magángyűjteményekből szemezgetett anyag, mert én ezt egy nagyon fontos dolognak és egy közösségépítő tényezőnek is tartom, akár vidéken, akár országos szinten nézve. Amikor én múzeumigazgató lettem, akkor hallottam olyan hangokat több helyről is, hogy milyen nehéz a Kizeb a galériával együtt működni, és legyek résen, mert hogy ez nem egy jó barátság kezdete, és amikor az első kölcsönzésünk óta, amikor ugyan alkuttam a biztosítási értékből, mert nem vállalta volna be a biztosító, és sikerült a másikkal is megegyezni, és mégis el tudott jönni a kép. Én ezen a pozitív élményen, ez a Ripirónai kiállításunknak a kölcsönzése volt, hogy a maszkos csendélet, a Radnai maszkos csendélet mellé oda kerüljön a narancsos csendélet is a Kizebak gyűjteményből. Az ott bizonyítanom kellett, hogy én tényleg komolyan szeretném, jó helyre kerül, vigyázzunk rá, jó kiállítás lesz belőle, szerepelni fog plakáton és egyéb olyan helyen, ahol méltó helyre kerül mindenképpen ez az alkotás. És attól a pillanattól kezdve, hogy kialakult ez a helyzet, megrendeztük a kiállítást, épségben visszaszállítottunk mindent, kialakult egy jó viszony a Kizeb a galéria és a Városi Művészeti Múzeum között, és ez magával vonta azt is, hogy a többi magángyűjteménnyel foglalkozó galériával is kezdett így a viszony realizálódni, és tudtunk kölcsönözni a mai napig.
Én nagyon sok intézmény ezt nem így látja még a mai napig, de szerintem azért ez változni fog, mert olyan nagy volumenű kiállítások, mint a Batthyány tárlat nem jöhetett volna létre. Tamásék és a többi galéria és magángyűjtő segítsége, támogatása nélkül. Én most azt látom az egyik legnagyobb nehézségnek, ami már ilyen asztaltársaságok közötti beszélgetésekben is, ahol műgyűjtők ülnek, többszörösen előfordult a közelmúltban, ez pedig a védettség kérdése. Ez nekünk, ha csak múzeumi szemszögből nézem, szerintem egy kellemetlen szituációt fog teremteni, mert egyszerűen nem fogunk hozzájutni magángyűjteményekből olyan alkotásokhoz, amiket mondjuk nem szeretné azért a gyűjtő, hogy mondjuk egy kiállításon, egy múzeumban nyilvánosság elé kerüljön, mert egyszerűen az állami szabályozás hirtelen előugrik az árnyékból, és levédi az alkotást, és utána már, ha nem is akarja a gyűjtő külföldre vinni, vagy külföldön eladni ezt az alkotást, mégis úgy érzi, hogy az általa nagyon sok pénzért megvásárolt művel való rendelkezési joga megcsorbul. És pont most van egy olyan országos ilyen ellenőrzési, hogy mondjam, procedúra, hogy a Forster Központnak a műtárgyvédelemmel kapcsolatos osztálya nekem is nagyméretű paksamétákat küldött például a Radnai gyűjteményről, hogy nyilatkozzam arról, hogy melyik műalkotás található nálunk, és ez egy nagyon érdekes szituáció volt. Majdnem mindegyik abból a védetté nyilvánított anyagból, kettő grafika kivételével mindegyik bekerült a mi állandó kiállításunkba, állandó gyűjteményünkben, Radnai gyűjteményben, és csupán az elmúlt napokban szüntették meg ezeknek a védettségét, annak ellenére, hogy ugye a múzeumba kerül egy műtárgy, akkor már nem automatikus védettséget ad. És ezeket a leveleket nem csak mi kaptuk meg, hanem nagyon sok magángyűjtő is, és ebből elindul egy történet, aminek én egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy jó vége lesz minden szempontból. Ez egy érdekes kérdés. Robert, mi ennek a másik oldala? Tehát a múzeumok és a magángyűjtők. Ugye az elején már mondta, hogy nem csak ide, hanem más kiállításokra is azért vittek már a maguk gyűjteményéből képet vagy képeket. Szóval, hogy magángyűjtőként hogyan látja azt, hogy hogyan lehet ma a magyar múzeumokkal, vagy hogyan érdemes együtt dolgozni a magyar múzeumokkal? Mi jobbára galériákkal vagyunk kapcsolatban, tehát nem annyira a múzeumokkal. Eleve a múzeumi anyagok többsége, hát mint a beszélgetésünk elején ez már elhangzott, csak ismételni tudom, hogy magángyűjteményekből jöttek létre. Általában olyan magángyűjteményekből, amelyek szerencse vagy szerencsétlenségre, mondjuk utódlás nélkül, vagy utódok nélkül, tehát örökösök nélkül maradt, és ezért az államra hagyták, vagy az állam, vagy az önkormányzatok bizonyos életjáradékok és egyéb kedvezmények fejébe meg tudták szerezni. Na most a mai, azt gondolom, hogy ez nem egy releváns kérdés, hogy milyen ma egy magángyűjtőnek, meg a múzeumnak a viszonya, mert, és ez a védettség kérdés is, én azt gondolom, hogy magyar műtárgyakról lévén szó, ha csak annak nem külföldi tulajdonosa van, tehát hogyha egy magyar műtárgynak magyar és belföldön élő állampolgára tulajdonosa, a védettség nem annyira veszedelmes kérdés. Talán az egyetlen árnyoldala egy védettségi státusznak az, hogy be kell szolgáltatni a képet kiállításra. Tehát nem feltétlen a gyűjtő dönti el, hogy
szívességi alapon odaadja a képet, vagy sem, hanem akkor azt oda kell adni. A külföldi értékesítése ezeknek a képeknek gyakorlatilag érdektelen. Nincsenek külföldi vásárlók. A magyar műtárgyakat magyar emberek vásárolják, külföldön is. Tehát amikor lehet látni, hogy a Sotheby-nél, vagy a Christie's-nél, vagy a német, egy Ketterernél, bárhol Németországban felbukkan egy kép, akkor, és azon valamilyen nagyobb licit van, ott általában magyar galeristák, és aztán a sor végén magyar magángyűjtők, mondjuk szemfülesen magyar magángyűjtők állnak, akik nem akarják egy magyarországi aukciós ház közvetítése megvenni, az egyébként fél évvel korábban valamelyik külföldi árverésen szereplő tételt. Tehát ezért ma azért a magángyűjtők már szinte valamennyie rendelkezik ezeknek a nagy műtárgyfigyelő portáloknak az előfizetésével, ilyen mondjuk az Art Prize, ahol olyan szolgáltatás van, hogy a gyűjtőnek bárhol a világon a megadott művészek közül tétele van valamelyik aukción, akkor kap egy figyelmeztető e-mailt. És hát ugye ősszel, tavasszal azért, amikor élénkebb az aukció szezon, azért szép számmal lehet rábukkanni képekre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a múzeum, tehát jó a kapcsolat a múzeumokkal, hát amennyiben a múzeumok keresik egyáltalán a kiállítási aktivitásuk során a magángyűjtőknek az anyagait. Az érdekes, hogy ebben a beszélgetésben hányszor bukkant föl Gizell Bach Tamásnak a neve. Úgyhogy Péter, azt kérdezném tőled így a végén, hogy te, aki ebben a galériában, mármint a Gizell Bach galériában rendszeresen dolgozol, te hogy látod, hogy a múzeum és a magángyűjtő között a galéria, mint egy ilyen köztes valamilyen helyzet, mit tud tenni azért, hogy akárhogy a múzeumban létrejöjjenek azok a kiállítások, amelyek magángyűjteményekre épülnek, akárhogy a műgyűjtőknek a múzeumokkal valamilyen fajta jobb kapcsolata alakuljon ki. Szóval, hogy hol vannak ebben a mai folyamatban a kereskedelmi galériák? Még mielőtt erre megpróbálnék válaszolni, azért én megerősíteném a Bernadett által mondottakat, hogy az egy optimista olvasat, amit a Robert mond, hogy a védettségnek nincs káros hatása, mert hogy két fontos esetben abszolút van. Tehát az egyik, ugye mit szeretnénk? Az egyik azt szeretnénk, lehet, hogy most ez a helyzet, mondjuk 99%-ban valóban az a helyzet, hogy a magyar képeket magyarok veszik, de azért azt szeretnénk, hogy a magyar művészet kikerüljön külföldre. Ergo azért jó lenne, ha külföldi ember is vásárolna mondjuk aukción. Na most hogy vásároljon valaki külföldi lévén itt Magyarországon képet aukción, hogyha megveszi, és utána el akarja vinni, és az állam azt mondja, hogy bocs, megvetted ezt a képet, de nem viheted el, ahhoz, hogy te ezt élvezd, vegyél itt lakást, és ott kirakhatod. Tehát így nem fog venni ki. És konkrétan tudok olyan példákat, nem egyet, hogy ez a legextrémebb, hogy külföldi ember, mondjuk akinek a édesapja vagy a nagyszülei emigráltak, ő már kint született, de volt gyönyörű vaszari képe, idehozta Magyarországon, beadta egy aukciós házba, megvette egy másik külföldi, de nem tudta kivinni. Tehát az üzletet vissza kellett csinálni. Ez a másik dolog, amire a védettség nagyon veszélyes, tehát egyrészt megakadályozza, hogy külföldiek vásároljanak magyar képet, megakadályozza azt is, hogy hazakerüljenek olyan képek, amik a világba keringenek. Ugye tudni kell, hogy persze minden országban érvényesül az, hogy az elmúlt 50-100 évben nagyon sok kép került idegenbe, de Magyarországon ez fokozottan vagy hatványozottan érvényesül. Ez a nagyon sokszor tört és nagyon turbulens 20. századi magyar történelem azt eredményezte, hogy az elmúlt 100 évben döntő részben mindig kimentek művek. Emigráció miatt, azért mert a festők kiküldték menekítési célból, vagy a gyűjtők kiküldték menekítési célból a egykori tulajdonukat, vagy a tulajdonukat külföldre, és ez nem tudott hazatérni. Na most nekünk azért az a vágyunk, hogy ezek a gyűjtemények jöjjenek haza, itt kerüljenek köztudatba, állítsák ki őket, forduljanak meg aukción, de utána induljanak az útjukra. Tehát egy külföldi, akinek van magyar képe,
és gondolkozik, hogy hol adja el, akkor nem fogja idehozni Magyarországra, és beadni egy aukciós házba, mert az attól fél, hogy amikor ide bekerül Magyarországra, rögtön levédik, ezzel gyakorlatilag a piacon kiszorul a vevők köréből az összes nem magyar, az összes nem magyar ember, tehát csak a magyar, magyarországi lakhelye rendelkező emberek lesznek a potenciális vevők. Tehát ez a védettségi törvény azt is megakadályozza, vagy annak az esélyét is csökkenti, hogy a magyar képek, amelyek külföldön lappanganak, megjelenjenek Magyarországon. Még így is nagyon-nagyon sok jön, tehát én nem akarom azt mondani, hogy ez teljesen megakadályozza, mert az elmúlt 10-15 évben fantasztikus mennyiségű kép jött be, de szerintem akadályozza azt, hogy az optimális mennyiség, ami külföldön kering valahol, az mind beüljön Magyarországra. Nekünk csak az kell, nem az kell, tehát a magyar államnak szerintem nem az az érdeke, hogy hazacsábítsa a képeket, és azok itt is maradjanak, hanem az az érdeke, hogy ezek a képek... Hogy? Miért? Munkács, igen. De most még lehet, hogy de hogy az ideális magyar államról beszélek. Tehát az ideális magyar állam, amelyik a saját kulturális örökségét fel akarja mérni, neki az az ideális, hogy ide jön a kép, kiállításra kerül, bekerül az ővür katalógusokba, készül róla egy jó fotó, és onnantól kezdve kimehet a világba, mert azt mi regisztráltuk, tudjuk, megismertük, a könyvekbe bekerülhet, ha kiállítás készül a jövőbe, elkérhető. Tehát én szerintem ebből a szempontból káros a jelenlegi védettségi törvény, és egyébként ez 110 éve ugyanúgy előkerült. Én 1928-as cikkeket emlékszem, mint a akkori nagy gyűjtők, a Kóner, a 60-i, ezek ellettek hívva egy parlamenti beszélgetésre, hogy elmondják, hogy szerintük miért káros a védettség. Ráadásul ők ugye abban a helyzetben voltak, hogy náluk ez még nagyon húsba vágó volt, mert ők adott esetben 15 évvel korábban Párizsba megvettek egy képet, horribilis összegért, az ott volt Budapesten náluk, és akkor levédték, na most onnantól kezdve az ára az a tizedére esett, mert nem tudta eladni külföldre. Ennek ellenére az akkoriban ezt kiküszöbölendő olyan törvényt hoztak, hogy azt hiszem, ami 20 évvel korábban vette valaki külföldön, azt nem lehetett levédeni, mert az már tényleg erkölcstelenség lett volna, hogy mondjuk 60-i Ferenc 1908-ban megvette egy manét, horribilis összegért, és akkor azt 1930-ban levédik, és onnantól kezdve nem tudja eladni. A kérdés a galéria szerepe, és... Hát mindig van egy... Tehát a muzeológusokban, tisztelet a kivételnek, mindig van egy ellenérzés a galeristával szembe, még akkor is, hogyha ugye a két legnagyobb magyar aukciós ház és galéria vezetője, a Virág Judit meg a Kizelbak Tamás tulajdonképpen művészettörténészek, vagy hát nem tulajdonképpen művészettörténészek, de mellette visznek egy galériát meg egy aukciós házat, de azért a muzeológusokban mindig van egy ilyen kis, meg azért a galeristákban is van egy kölcsönös olyan, hát olyan ferde szemmel nézés, de talán egyre kevésbé. Annyira egymásra utalt a két része a kulturális életnek, pont amiatt, hogy most már a galériák is elkezdtek komoly kiállításokat csinálni. Tehát ezek a nagyok, tehát mind a Virág Juditék, mind a Kizelbak Tamáséknál mi sorba rendezünk kiállításokat, ahova adnak múzeumok képeket. Tehát, hogy és magángyűjtők is, és ráadásul ugye mind a két szereplő, a Judit is, Tamás is jelentős gyűjteménnyel rendelkezik. Tehát ebből a szempontból a dolog kölcsönös, tehát a múzeum tudja, hogyha esetleg ő nem ad egy kiállításra, akkor lehet, hogy a Kizelbak Tamás, vagy a Virág Judit is azt fogja mondani egy olyan kiállításnál, amit ők rendeznek, hogy akkor meg ő nem ad. Tehát ebből a szempontból van egy kölcsönös egymásra utaltság, és hát a múzeumoknak azt is meg kell érteniük, hogy a magángyűjtő legközelebbi partnere az mindig a kereskedő. Tehát ő vele minden aukción találkoznak, ő neki mindig kikérik a véleményét. Nyilván, hogyha valaki bemegy a Kizelbak Tamáshoz egy aukciós kiállításra, akkor lehet, hogy ő nem a Kizelbak véleményét fogja kikérni, hanem a Virág Judit véleményét, és ellenkezőleg, de hogy ők napi kapcsolatban vannak a gyűjtőkkel, alakítják az ízlését, alakítják a preferenciáit, és alakítják a viszonyát a múzeumok felé is. Tehát amit én hiányolok, és szeretnék, hogy komolyabb lenne, nem vagyok muzeológus, nem tudom, csak újságokból látom, hogy az a
mecénás kapcsolat, ami régen volt a nagygyűjtők és a múzeumok között, az kellene talán fokozni, hogy segítsék a szerzeményezést olyan módon, hogy annak idején mondjuk egy Kohn Eladov segítette. Térjünk vissza akkor azért ehhez a kiállításhoz egy végszóra. Bernadett, mondtad, hogy ugye itt négy nagy múzeumból hoztátok össze ezt az anyagot, és azt is mondtad, hogy ez egy vándorkiállítás lesz. Azt tudom, hogy a következő állomás az már megvan, ugye? Tehát ez most itt becsuk, és innen Csalgótarján bekerül az anyag. Kerül még tovább is? Tehát mik a tervek? Azt tervezzük, hogy Csalgótarjáni bemutató után majd a jövő év során szeretnénk Székesfehérváron is bemutatni belőle egy válogatást, és Miskolcot is megcélozzuk. Mindenképp, hiszen Miskolc az a titkos gyűjtemény kapcsán is kötődünk ilyen-olyan formában, hiszen azt nálunk mutatták be. Először debütált Kolozsvári Marian és Molnos Péter közös munkája révén itt az Eszterházi palotában. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó együttműködés, és azért is érdemes csinálni ennek a kiállításnak a folytatását, mert tényleg nagyon sok mű került elő, például a Csalgótarjáni Múzeumnak a raktárából is, és mi egy olyan módon segítjük ezt a projektet, hogy a helyrehozott, újra paszpartúzott, illetve keretezett képek, azok ilyen módon kerülnek vissza a Csalgótarjáni Múzeumhoz, tehát egy kiállítható állapotba is, hogy méltó körülmények között legyenek akkor is, hogyha az anyagi helyzet lehet, hogy ezt nem minden közgyűjtemény esetében engedélyezi, és legyen egy kiállításnak egy ilyen fajta haszna is, hogy segítsük egymást. Hát azt hiszem, hogy ez tényleg egy jó végszó volt, segítsük egymást, gyerekek. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, meghallgattak bennünket. A kiállítást érdemes akkor még megnézni, még ugye pár napig látható itt, és aztán megy tovább. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, itt voltatok, és beszélgethettünk. Jó estét kívánok!